Az a gyerek, aki ott az Erkelben tanul, az ott egyszer tanul. Számori Ida, az Erkel Ferenc Gimnázium új igazgatója három téma című műsorunkban beszélt az előtte és az iskola dolgozói előtt álló feladatokról. A Dürer iskola korábbi vezetője az Alma Mater történetében az első női intézményvezető. A város talán egyik legnépszerűbb iskolájával kapcsolatban eléggé megosztott volt a közvélemény az utóbbi időben. Korábban Alt Norbert alpagámester fogalmazott úgy a Gyula tv hogy az új igazgatónak mindenek előtt a belső megosztottságot kell megszüntetnie. Én azt gondolom, hogy sok mindennek tudható az be, hogy az Erkel Ferenc Gimnázium megosztotta a közvéleményt. Nyilván közrejátszottak belső és külső okokért, nem szeretnék belemenni ennek a részletezésébe, hiszen nincsenek információim erről pontosan, de nekünk egy a célunk, most a nevelőtestülete teljes hitted és elkötelezettsége azon leszünk, hogy hogy az Erkelt mint Márka nevet nem csak eladjuk, hanem valóban ott van mögötte az a, az a tudás a birtokunkban, amelyek képességet tennünk arra a bennünket választó fiatalokat, hogy hogy itt érettségízenek, a gyulai Erkelt válasszák, a gyulai családok. Az idei tanévben 108 új Erkelest köszöntöttek a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Komoly feladat van rájuk, főleg azokra a végzősökre, akik még nem rendelkeznek nyelvvizsgával, hiszen ettől az évtől kezdve annak hiányában nem nyerhetnek felvételt a felsőoktatásba. Ez a nyelvoktatásban is változásokat jelent, így az Erke gimnáziumban is. Ez elősegíti bizony egy, egy, olyan terv is, mi a 2020-21-es tanévtől a 9-esek és a 11-esek két héten keresztül célnyelvi országban vehetnek részt nyelvi képzésen. Ha jól tudom, akkor ez közel 140 ezer diákot fog majd érinteni, és diákonként ez egy 2000 eurós, tehát az azt jelenti, hogy több mint 600 ezer forintos támogatást fog ehhez az állam nyújtani. Az Erkel Ferenc Gimnázium új intézményvezetője részletesebben ismerteti az iskola jelenlegi helyzetét és a jövőbeni terveket a három témában melyet a híradó után láthatnak nézőink.